Köszöntöm Rábaközi televízió nézőit! Meséíró pályázaton vettek részt a Beledi Általános Iskola 6. osztályos diákjai. A jelentkezők közül ketten ezüst fokozatot kaptak, és mind az öt beledi diák története bekerült egy mesekönyvbe. Csilla Katalin pedagógus elmondta, nagyon büszke tanítványaira. Hát a pályázatra én találtam rá az interneten. Egyébként egy régebbi pályázatról van szó, tehát a gyökerei nagyon régre nyúlnak vissza. Viszont magával a nyomda, tehát a könyvnyomtatással, a papíralapú nyomtatással csak 2008 óta foglalkoznak, tehát hogy már könyvformában is megjelennek ezek a mesék. Eleinte inkább csak néhány gyermeket mentoráltak, most már egy nagy országos szintű összefogás lett ebből, és sok-sok támogatót szereztek, hogy a gyerekeket így módon tudják a mesekönyvekbe kerüléssel még jobban támogatni. És most már ez a 9. év, és ez a 9. mesekönyv, amelybe 5 diákom került be. A meséket teljes egészében ők írták, én csak egy kicsit segítettem nekik, illetve a javítás volt az én feladatom. Milyen módon lettek elküldve a mesék? Ezeket a meséket ők maguk, illetve a szülők segítségével gépelték be a gyerekek, és internetes úton lettek beküldve, illetve volt olyan gyermek, aki még mellé rajzot is készített, tehát még magát az illusztrálást is ő csinálta. Ezeket elküldtük interneten, és akkor így kerültek be a mesén.hu könyvébe. Ki az, aki elbírálta a meséket? Több személy bírálta a meséket. Például itt a mesekönyv elején is látható, például a bírák között államtitkárok voltak, szerkesztők, írók, rengetegen dolgoznak rajta, és támogatják továbbra is a gyerekeket. Mi a véleménye a tanárnőnek a mesékről? Nagyon jó mesék születtek, én nagyon-nagyon büszke vagyok a gyerekekre, illetve arra, hogy nagyon komolyan vették az alkotási folyamatot. A meseírása sosem könnyű dolog, ezt íróként én is tudom. Tehát oda azért kell az, hogy mellé álljon a gyermek az alkotási folyamatnak. Kell kreativitás, kell akár nagy szókészlet is, és ezeket összefűzve még türelem és még kitartás, hogy megtalálják azt a mesét, ami tényleg az őké. És a történetek? Tartalmasak, színesek, változatosak, mint egy igazi mese? Így van, változatosak, sőt, rengeteg gyermeknél láttam örömmel, hogy még tanulság is van benne, tehát egyfajta tanító szándéka van a meséknek, és nem csak a saját korosztályuknak tanulságosak ezek a mesék, de akár nekünk felnőtteknek is. És hogy látja, ezek a gyerekek olvasnak? Tehát ahhoz, hogy meg tudjanak írni egy mesét, ahhoz ugye fantázia kell, kell egy készség is, hogy írni tudjon. Igen. Ahhoz sokat kell olvasni. Rengeteget, ők rengeteget olvasnak. Tanórán is van egyébként egy ilyen projektünk, hogy mutasd be a kedvenc könyvedet, és nem egy könyvvel jelentek már meg, tehát rengeteg könyvet is hoznak, bemutatják, elmesélik, mi a tartalma, mit szeretnek benne, úgyhogy ők folyamatosan olvasnak, és nagyon szeretik. És látni lehet, hogy gyerekek illusztrálják is a meséket. Igen. Ez hozzátartozott a pályázathoz? Igen, hozzátartozott, sőt más mesét is lehet illusztrálni, és most már a kollégákkal karöltve fogjuk ezt a pályázatot idén is megpályázni, a rajzot oktató kollégákkal, ők majd az illusztrációs részt fogják jobbára vinni és vezetni. Mi lesz a sorsa a gyerekeknek a továbbiakban? Hát remélem azért néhányan folytatják majd legalább kismértékig az írást. Volt olyan tanítványom, illetve van most is, aki azt mondta, hogy azért a tervei között az újságírás is szerepel. Egyelőre még nem teljesen konkrét célként, de közte van a repertoárban. És hogyan tudja nyomon követni az ő fejlődésüket? Tehát odafigyel továbbiakban, hogy talán egy mesével előjönnek, akkor azt el lehet olvasni, lehet segíteni nekik. Igen, órán is írunk egyébként fogalmazás dolgozatokat, van rá néhány lehetőségünk, ezeket mindig figyelemmel kísérem, mennyiben fejlődtek, mit kell még segíteni nekik, illetve hogyha esetleg valaki tényleg ezt a pályát választaná, írással kapcsolatosat, akkor nagyon szívesen segítek nekik továbbra is. És a tanárnőnek mi újsága
az írói pályafutásában, hiszen ön tanít és tanárként is dolgozik itt Beledben, de hát ír is. Igen, így van. A következő könyvem már készülőben van, egyelőre még félúton, úgyhogy sokat erről még nem árulhatok el, de amint készen lesz, akkor jelentkezem is. Elárulok róla néhány titkot is. És mi a helyzet a fiatal írókkal itt a térségünkben, megyénkben? Hát sajnos nem vagyunk olyan sokan, mint amennyien jó lenne, hogyha lennénk, úgyhogy ezért is jó ez a pályázat, hogy egy kicsit azért felkarolja ezeket a fiatal tehetségeket, és talán nagyobb kedvet ad az embereknek arra, hogy még többet írjanak akár a gyerekeknek is, nem csak a felnőtteknek, hogy egy kicsit többen lehessünk. És ilyenkor szakmai szervezetek írják ki a pályázatot, vagy minisztérium? Minisztérium is, igazából ez egy nagyon nagy összefogás, tehát nagyon sok rétű a minisztériumtól, különféle kiadók támogatásával, a Magyarságháza is támogatja ezt, tehát egy nagyon nagy összefogásról van szó. Igazából nem lehet azt mondani, hogy egyféle fajta szervezet írja ki ezt a pályázatot, hanem nagyon összetett és sokrétű. És az ottani szakemberek, akár a minisztériumban, vagy a kiadóknál nyomon követik a gyerekeket, adnak akár lehetőséget olyan kisgyermeknek, vagy fiatalnak, aki tényleg tehetséges? Igen, így van. Éppen most néztem újra a honlapjukra, és van egy olyan menüpontjuk, hogy kedmese, és ezeket a meséket, illetve ezek közül a mesék közül néhányat híres színészek, előadó művészek olvasnak fel, illetve adnak elő, és ezeket akár interneten, vagy akár másféle módon meg lehet tekinteni videó formájában. Tehát most a beledi gyerekek bekerültek egy mesekönyvbe, és ha lehetőség van rá, ha fejlődnek, tehetségesek lesznek, akkor ne talán a pályájukba is lehet változás, tehát erről lehet későbbiekben is beszélni, és van lehetőségük arra, hogy tényleg fejlődjenek. Így van. Hál' Istennek van, úgyhogy rengeteg támogatást is kapnak részemről is, illetve a pályázat részéről is, úgyhogy van lehetőségük ebbe az irányban akár elmenni. Mai műsorunkban a diákok mondják el tapasztalataikat, és felolvassák a pályázatra írt meséiket. Wellner Hannának hívnak, a Beledi Általános Iskola 6. osztályos tanulója vagyok. Mióta foglalkozom meseírással? Hát én még csak most először írtam mesét. És a történet honnét vetődött fel benned? A saját fantáziámból merítettem. Amúgy szeretsz olvasni? Tehát... Igen, nagyon szeretek olvasni, főleg regényeket, és Leiner Laura regényeit szeretem olvasni. És milyen időközönként tudsz olvasni, amikor jobban bele tudsz mérni a könyvekbe? Szünetekbe szoktam olvasni, és amikor nincs sok tanulnivalóm, akkor így rá, amikor van szabadidőm, akkor szoktam olvasni. És most néhány gondolatban azért a meséről. Ez mikor készült ez a mese? Tavalyi tanévben Kata néni kihirdette, a magyar tanárom, hogy lehet jelentkezni a mesén.hu által szervezett mese és rajz pályázatra. Én mesével pályáztam. Nagyon megörültem a lehetőségnek, mivel már régóta szerettem volna mesét írni. És ez a mese mennyi idő alatt készült el? Hát egy hét... Így rá kellett szánnom egy hetet. Így. Hát akkor hallgassuk meg közben a mesét, felolvasnál a nézőknek. Igen. Wellner Hanna, a város hősei. Bori és Gerzson két 6 éves barát, akik egy kisváros óvodásai. Azonban nagyot tévednétek, ha azt hinnétek, hogy átlagos óvodások. Van egy varázshelikopterük, ami csak akkor válik láthatóvá, amikor megfogják egymás kezét és becsukják a szemüket. A történetünk nem is olyan régen esett meg, éppen amikor az óvodás társaikkal elindultak a budapesti állatkertbe. Útközben a legtöbb gyerek azon tanakodott, hogy milyen állatokat láthatnak a fővárosi állatkertben. Szóval, amíg ezen méláztak, a buszon ülve a főváros felé bizony, az történt, hogy defektet kapott a busz az autópályán. Sajnálkozva rendőrök vették körül a buszt, akik elkezdték levonszolni az útról a szöges szőnyegeket, amit azért terítettek ki, mert egy bankrablót akartak megállítani a zsákmánnyal. Sajnálatos módon azonban Boréék busza futott rá a rablónak szánt szőnyegre. Mikor sikerült az útról lehúzni a csapdát, abban a pillanatban elszáguldott mellettük egy fekete BMW autó,
Ott a rabló! Kiáltott a rendőrök a kocsi után nézve. Tudjátok, mi történt ezután? Bori és Gerzson segítségül hívta a varázshelikopter, ami azonnal megjelent. A következő pillanatban pedig már be is ugrottak a helikopterbe, és a rabló nyomába eredtek. Nem sokkal később már egy hatalmas lelógatott mágnessel elkapták a gazfickót az autójával együtt. A bankrabló pedig remegett a félelemtől a levegőbe emelkedett autóban. A rendőrök roppant hálások voltak, megköszönték a két óvodásnak a segítséget. Hálájuk jeléül felajánlották, hogy megbilincselhetik az elfogott bankrablót. Vége. Van egy célod a meseírással? Hát, hogyha a közeljövőben is lenne ilyen meseíró pályázat, akkor én kihasználnám a lehetőséget. És valamilyen történet már megfogalmazódott benned? Egy újabb lehetőség, egy újabb történet, egy újabb mese? Még nem. Vagy ha például szabad időben többet szeretnél mondjuk ezzel foglalkozni, így most, hogy sikerült azért egy jó kis mesét megírnod, sőt, igen, egy könyvbe is bekerült. Igen, és még díjazott is lettem. Milyen díjat kaptál? Egy mesekönyvbe bekerült a beküldött mesék, és a mesekönyvből kiválogatták a legjobb meséket, azokat díjazták, és a díjazottak közül is volt arany, ezüst és bronz fokozat, és én ezüst fokozatot értem el. Gratulálunk! Köszönöm! Ferenci Flórának hívnak, a Beledi Általános Iskola 6. osztályos tanulója vagyok. Flóra, te mióta foglalkozol meseírással? Én meseírással már kisebb korom óta hobbi szinten foglalkoztam, de ez volt az első alkalom, hogy elküldtem egy pályázatra. Eddig csak úgy néha-néha, hogyha jött egy ötletem, akkor. Miről szoktál írni? Most ennek a mesémnek a témája a barátság, és hogy az igaz barátságnak semmi nem szab határokat. Hát akkor halljuk a mesét. A Süni és a denevér. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy almáskert. Az almáskert két végén élt két állat. Az egyik végén egy sündisznó, a másik végén pedig egy denevér lakott. Egyszer aztán, egy napon, mind a ketten a legfinomabb gyümölcsöt termő fához mentek, és ott találkoztak. Minden nap beszélgettek. Végül olyan jóban lettek, hogy elmesélték egymásnak a legfeltettebb titkukat. A Süni titka az volt, hogy félt a sötéttől, a denevéré pedig az, hogy félt a nappaltól. Ekkor megjelent egy jó tündér, és azt mondta: én segítek nektek legyőzni a félelmeteket. Rendben, mit kell tennünk? Kérdezték. Teljesítenetek kell 3 próbát. Felelte a tündér. Jó, kezdődhet a próba, mondta maga biztosan a denevér. Az első feladat a Sünié. Az első feladat a Sünié, ezzel a tündér eltűnt. Vajon mi lesz a feladatom? Kérdezte a Süni. Szerintem az, hogy legyél kint egy egész éjszakát a sötétben, mondta a denevér. A Süni bár félt, kint volt egész éjjel és várt. Éjfél fele megjelent a sötét lovag, aki a denevér volt árruhában. Sokat körözött az állatka feje fölött, de az rettenthetetlen volt. Másnap a denevér feladata következett. Ő is hősiessel helytált, pedig nála meg a napfény lovag jelent meg, akinek tűhegyes tüskéi voltak. Harmadnap a tündér így szólt. Ügyesek vagytok, de még hátra van a harmadik próba. Figyelmeztette őket. Az lesz a feladat, hogy győzzétek le a kert szörnyét, mondta. Erre így szóltak. Nekünk már az sem árthat. Értem, jól teszitek, hogy nem féltek többé, mert ez volt a lényeg. Felelte a tündér. Ti tényleg igazi barátok vagytok, mondta, és ezzel elillant. Jaj, de jó, ugrándoztak. Akkor rendezzünk lakomát, javasolta a Süni. Igen, olyan éhes vagyok, mondja a denevér. Te mikor nem vagy az? Kérdezi a Süni. Jaj, de kis gonosz valaki, szólt a kis állat. Ezzel hatalmas eszemiszomot rendeztek, meghívtak mindenkit, akit csak ismertek. 7 nap, 7 éjszaka tartott a mulatság. Talán még mindig tart, ha el nem fogyott az alma. És neked mi a célod a meseírással? Mint már az előbb mondtam, ezt hobbi szinten szeretném úgy folytatni. Esetleg, ha jövőben is lesz lehetőség, akkor a pályázatra mindenképpen fogok indulni. Van-e valamilyen történeted, ami most úgy forog a gondolataidban? Hát, igen, de több is van, de még úgy az egyik sem alakult ki. Tehát egyik sincs még kész, úgyhogy.
És ez hogy zajlik? Tehát amikor eszedbe jut, kialakítod, hogy igazából mit szeretnél megírni, milyen történetet, akkor ezt géppel írod, vagy kézzel írod már? Kézzel, és általában szoktam jegyzeteket írni, és akkor valahogy két történetből próbálok egyet összehozni, ami amúgy nem túl sokszor szokott sikerülni, de hát úgy így igyekszem. És milyen eredményt értél el most? Most ezüstoklevelet kaptam, és bekerültem a mesekönyvbe. Köszönöm. Köszönöm. Foki Anna vagyok, a Beledi Általános Iskola 6. osztályos tanulója. Mióta foglalkozol meseírással? Ez nem, az első meséd, vagy korábban igen, is írtam ez már? Az első mesém. Tanárnéni mondta, hogy lehet ilyen pályázatra jelentkezni, és én megpróbáltam. És a történeted ez miről szól? Hát van egy hercegnő, aki elmegy így vándorolni, és különböző csapások érik, és a végén minden jó lesz. Hát akkor nézzük meg, milyen csapások érték a szereplőket. A szépséges hercegnő. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak volt egy gyönyörű szép lánya. Egyszer a királynak el kellett menni békét kötni. De az udvarban volt egy vén boszorkány, és ő neki is volt egy lánya. A bonya azt szerette volna, hogy az ő lánya üljön a trónon, ezért elátkozta a királyt. A király nem tudott békét kötni, de a királylány felajánlotta, hogy ő majd elmegy. A király azt mondta, hogy segítség nélkül nem indulhat útnak. Ezért lement a kertbe, és leszakított egy liliomot. De emellé még egy szolgálót is hivatott. Ez a szolgáló nem más, mint a banya lánya. A király így szavakkal búcsúzott gyermekétől. Nagyon vigyázz magadra, de ha mégis bajba kerül, tépd le a lilium egyik szírme, és mondd azt, csiribiri vá, csiribiri bu, és nem lesz semmi baj. Mentek, mendegéltek, míg nem beértek a háromszélű kerek erdőbe. Épp a közepén jártak, amikor besötétedett, és ott kellett éjszakázniuk. Gyújtottak tüzet, és álomra szenderedtek. Arra ébredtek föl, hogy banditák akarják őket elrabolni. A királylány nem habozott, letépte a lilium egyik szírmát, és kimondta a varázsszavakat. Ezek hallatára a banditák eltűntek. Másnap reggel gyorsan összepakoltak, és indultak is. Beértek egy furcsa kis faluba. Nagyon kísérteties volt minden. Ezérthető, hiszen mindenki szellem volt. A falu közepén állt egy nagy nyárfa. Leültek a tövébe, és megpihentek, mivel nagyon elfáradtak. Ekkor hirtelen a kísérletek körbevették őket. A banya lánya annyira megijedt, hogy kikapta a lány kezéből a virágot, és letépte a lilium szirmát. És mondta mellé a varázsszavakat, de neki nem hatott. A hercegnő visszavette a virágot, és letépte az utolsó szirmát, és mondta. Az összes szellem eltűnt, kivéve egy. Ő egy herceg volt. A királyfi és a királylány nyomban egymásba szerettek. Üzentek a lány apjának, hogy össze fognak házasodni. A király ennek hallatára előhozatta az egyetlen aranyhintóját, amihez nem kellettek lovak. Magától ment. Amikor a lakodalmat ülték, a vasorú banya szolgált föl. A banya mérget kevert a hercegnő italába, de mivel a vén boszorkány ügyetlen volt, kiborította az italokat. A herceg és a hercegnő hamar rájöttek, hogy mérget kevertek a királylány italába. Akkor azon nyomban a lófarkú után köttették. Ezek után boldogan éltek, míg meg nem haltak. Van-e olyan történet, amit szeretnél még megírni? Vagy majd később ebben kialakul, hogy mit szeretnél mondjuk a meseírással kezdeni? Hát még nem tudom. De remélem jövőre is lesz ilyen alkalom, és arra szeretnék menni. És miért jó mesét írni? Meg tudnád fogalmazni? Én mindig is szerettem a meséket, és kiskoromban is már szerettem volna írni egy mesét, hogy bekerüljön egy könyvbe, és ez nagyon jó volt, hogy most így bekerültem ebbe a mesén.hu-ra. És ugye most már könyvbe is lehet olvasni, ez gondolom azért elégedettséggel tölti az embert. Igen. Milyen eredményt értél el? Én nem értem el helyezést, de nekem az is nagyon jó, hogy bekerültem ebbe a könyvbe. És akkor továbbiakban várhatunk tőled majd meséket? Elképzelhető, hogy fogsz még írni? Van-e kis testvéred mondjuk? Igen, van. Neki már olvastad a mesét? Igen. És mit szólt hozzá? Azt mondta, hogy nagyon jó. De tetszett neki? Igen. Köszönöm. Uminger Kata vagyok, a Beledi Általános Iskola 6. osztályos tanulója. Te korábban foglalkoztál meseírással, vagy ez az első mesé? Ez az első mesém. És ez mikor
készült ez a mese? Hogyan írtad? Hát tavaly készült, és ugye mivel én nagyon szeretem az állatokat, ezért ebbe a témába is írtam. Hát akkor hallgassuk meg a mesét. Ominger Kata, a szökött ló. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Nem volt semmi egyebe, csak egy tátos paripája. A ló már unta, hogy szolgálnia kell a gazdájának. Egy éjjel kitörte az istálló ajtóját, és elszökött. A sűrű erdő közepébe vágtatott. Élt az erdőben egy gonosz favágó. Amikor a paci legelészett, a favágó lasszot dobott a nyakára, és elfogta. A szilaj, a ló nagyon szomorú lett. A favágó rosszul bánt vele, fát húzatott szilajjal, éjjel-nappal dolgoztatta. Egy nap a ló fát húzott az erdőn. A favágó megcsapta ostorral, és így szólt. Most már ezzel foglak ütni, ha nem engedelmeskedt. Ezt sem bírt a szilaj sokáig, ezért innét is elszökött. Hajnalban talált a sűrű erdőben egy patakot. Ott találkozott egy kedves katonával, aki ezt mondta. Gyere, paripa, velem jó sorsod lesz nálam. A ló követte. A katona már nem volt olyan kegyetlen, mint a favágó, mert nem fogta be lasszóval. Amikor mentek a faluban, találkoztak egy szegény legénnyel, aki így szólt. Katona, adna nekem valami munkát? Igen, de előtte ki kell állnod egy próbát, válaszolta a katona. A legény elment a katonával. Szilajt már is felnyergeltette, és odaadta a legénynek. A próbához szükséged lesz szilajra, mondta a katona. Át kell ugratnod a legnagyobb folyón, majd versenyt kell futnod a legjobb lovas katonával. A legény és szilaj bátran kiállták a próbát. Sikerült átugrani a nagy folyót, megnyerni a száguldás versenyét, ezért beállhattak a katonákhoz. Ennek a legény nagyon megerült, mert a katona és barátai mindig a jóért harcoltak. Szilaj és a legény nagyon jó csapatot alkottak. Együtt harcoltak a jóért, az igazságért életük végéig. Ez egy nagyon szép történet, lesz-e mondjuk folytatása? Hát szerintem igen. És ez hogyan és mikor fogod írni, vagy mi az elképzelésed? Hát, ha lesz pályázat, akkor én úgy gondolom, hogy ezt a történetet fogom folytatni. És mondjuk saját kettelésből mondjuk akár saját meséket megírni és gyűjteni, nem csak pályázatra, hanem szórakoztatásra, és akár a családba, vagy akár a baráti körbe. Igen, szoktam vele én próbálkozni. Milyen eredményt értél el? Hát eredményt nem értem el, de én annak is nagyon örültem, hogy bekerültem ebbe a mesekönyvbe. Köszönöm. Nagy Noel vagyok, a Veledi Általános Iskola 6. A osztályos tanulója vagyok. Noel, korábban már írtál meséket? Foglalkoztál vele? Nem, még nem. És hogy került látótérbe ez? Hogyan sikerült hát ezt a mesét megírni? A magyar tanárnénink és hát mondta, hogy van ilyen pályázat, és hogy nevezhetünk is rá, és én szerettem volna nevezni, mert korábban tetszett. Korábban is szerettél volna már mesét írni? Hát igen, szerettem volna. És akkor halljuk most, milyen mesét fogalmaztál meg? Hát, a majmok szökése. Egyszer volt, hol nem volt, a messziségben volt egy különleges állatkert. Miért volt különleges? Mert a majmok mindig túljártak a gondozójuk eszén. Ha úgy tartott a kedvük, se szó, se beszéd, megszöktek. Az egyik alkalommal, míg ketrecüket takarították, az ápolók, az egyik majom ellopta a kulcsot, amint beesteledett, a két kis banánevő útra kelt. Szembe jött velük egy különös állat, amit még soha se láttak. Ki vagy te? Kérdezték a majmok. Én a kutya vagyok, és ti? A majmok. Megszöktünk az állatkertből. Itt maradhatunk nálad? Természetesen, válaszolt az ebb. De hogy telt múlt az idő, a majmoknak a velős csont nem igazán tetszett. Ezért elbúcsúztak szállásadójuktól, és továbbálltak. Mentek, mendegéltek, találkoztak egy újabb ismeretlen állattal. Ki vagy te? Kérdezték a majmok. Én a macska vagyok, és ti? A majmok. Megszöktünk az állatkertből. Itt maradhatunk nálad?
Természetesen, válaszolt a cica, de ahogy telt volt az idő, a tejecske nem ízlett nekik, ezért elbúcsúztak szállásadójuktól, és továbbálltak. Mentek, mendegéltek, találkoztak egy furcsa állattal. Ki vagy te? Kérdezték a majmok. Én a tehén vagyok, és ti? A majmok, megszöktünk az állatkertből. Itt maradhatunk nálad? Természetesen, válaszolt a boci, de hogy telt múlt az idő, a friss fű nem ízlett nekik, ezért elbúcsúztak szállásadójuktól, és továbbálltak. A két majom megunta a vándor életet. Hiányzott a sok finom banán, alma, narancs és a kertrecük, a gondozójuk is. Mi lenne, ha visszalopakoznánk? Kérdezte az egyik majom. Hurrá, nagyon jó, kiáltott a másik. Ahogy beesteledett, a látogatók már hazamentek az állatkertből. Minden elcsendesedett. Ekkor a majmok besúrrantak, de hogy elhaladtak az elefánt ketrece előtt, az nagyot trombitált ormányával. Figyelem, figyelem, visszajöttek a majmok, csak hogy megjöttetek. Nyújtotta ki a zsiráf a nyakát. Csendben legyetek, felkeltettek mindenkit, suttogtak a majmok. De arra már az egész állatkert tudta, hogy a majmok visszatértek. Mire a majmok elmesélték, hol és merre jártak, kivel találkoztak, úgy elálmosodtak, és olyan nagyot aludtak, hogy másnap a látogatók csak alvó majmokkal találkoztak. És miért pont ezt a történetet mesélted el, vagy nagyon szeretem az állatokat, főleg a majmokat, és a kis tesóimnak is nagyon tetszik ez. Tehát már felolvastad otthon is. Igen. És neked van célod a meseírással, vagy ez egy egyszeri alkalom volt? Hát még szeretnék írni meséket. És gondolom, tanárnő segít ebben neked? Hát továbbiakban. Igen, kicsit. Milyen eredményt értél el? Hát én nem értem el eredményt, de nagyon örülök, hogy bekerültem a könyvbe. És a legközelebb írsz, az most karácsonyi szünetben lesz, vagy szabadidődben is van rá mód, hogy írjál mesét? Hát szerintem karácsonyi szünetben. És akkor hát így várjuk a mesédet. Köszönöm szépen. Köszönöm.